Köszönöm szépen, én ugyanilyen tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Azért maradtunk abban elnök úrral, igazgatóval, hogy ne legyen ilyen felsorolás, mert valaki kimarad, az mindig megbántódik. Arról nem is beszélve, hogy remélem, hogy akiket általában föl szoktak sorolni, azok úgy gondolják, hogy az, amit ők csinálnak, a mögött nagyon sokan ott vannak. És akik ott vannak, úgymond mögöttünk, ha szabad egyáltalán ezt mondani, azoknak legalább akkora köszönet és köszöntés járna. Ők sokszor mindig kimaradnak, és ezért volt egy ilyen általános köszöntése. És köszönöm szépen a meghívást, most már hazajáró vendég vagyok, talán ha mondhatom így, hogy vendég Szentrőben, hiszen néhány hónappal ezelőtt idős otthoni ellátással kapcsolatos munkát végeztünk el, és fejezett be a város. Most két hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor szociális gondozó ellátást, most pedig egy újabb terület, ami nagyon fontos. És erről szeretnék önöknek beszélni, illetve természetesen köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a munkában részt vállaltak és benne vannak. 2010 májusában, júniusában, amikor elkezdtük a munkát, akkor képviselő társaim jól emlékeznek, hogy milyen nem szenvedéssel, de nehézséggel találtuk magunkat szembe, egyből jött az árvíz. És ez az árvíz itt, ebben a térségben is nagy pusztítást okozott, de egyben azt is kell mondanom, hogy minden rosszban, ahogy van valami jó, a nehézségben, a gyötrelemben, a bánatban is mindig van szépség, vagy abból a kilábalásból is van sokszor öröm és sok-sok pozitívum, és éppen ezért én azt gondolom, hogy azt kell nekünk kiemelnünk, hogy akkor akár az itt lévő emberek, hogy mekkora munkát végeztek, és mekkora nagy összefogással védekeztek, védték településeiket, legyen ez egy kisváros, kisfalu, vagy egy nagyobb város, és ami azt kell mondani, hogy természetes, de mégis mindenkinek köszönetet kell azért mondani, az ország különböző vidékéről is mennyien jöttek segíteni, támogatni. Én említettem annak idején is, amikor legelőször itt jártam Szendrőn, hogy amikor viszont volt a vörösiszap katasztrófa, akkor pedig a szendrői tűzoltók mentek innen, és a szendrőiek is segítettek a vörösiszap katasztrófában szenvedetteknek is az ottani helyreállításban, és ez mindenképp mutatja azt a szolidaritást, ami benne van, hála Istennek, a társadalomban. És ezért volt nagyon fontos az számunkra, hogy amikor a karitatív szervezetekkel együttműködve, a karitatív szervezeteket támogatva megjelöljünk olyan célokat, feladatokat, amelyek rövid távon, mondhatnám azt is, hogy adott esetben tűzoltásként, megold szociális helyzeteket, megold katasztrófákon belül helyzeteket, de bizony hosszú távon is kell gondolkozni. És hogyha a rövid távú dolgokról nagyon röviden beszélhetek, akkor nyilván ide tartozott az, amit az ökumenikus segélyszervezettel közösen itt az árvíz területén elvégeztünk munkát, elvégeztünk közösen munkát, és persze más karitatív szervezetekkel a vörösiszap katasztrófa során, majd azt követően sok-sok olyan munkában vettünk részt, legutóbb a Dunai árvízben, ami már leginkább egy teljesen összehangolt munkát mutatott, sokkal nagyobb területen, sokkal nagyobb földrajzi területre kiterjedve, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez a 3,5 év munka, amit elvégeztünk, az nagyon fontos volt. És ugyanilyen fontos volt, hogy amikor bárhol egy család, egy közösség bajba került, akkor az ökumenikus segélyszervezet munkatársai is többi karitatív szervezetekkel együtt mindig is ott voltak azok között, az emberek között, akik rászorultak és segítségre szorultak, és ezt külön szeretném megköszönni. De az is biztos, hogy amikor általában segélyezésről, támogatásról, szociális gondok megoldásáról beszélünk, akkor a rövid távú megoldások és azonnali beavatkozások mellett nyilván hosszú távon is kell gondolkozni, hosszú távú megoldásokat is kell keresni. És ehhez egyértelműen, hogy a kormánynak azok a lépései azt szolgálták, hogy megpróbáljuk segíteni azoknak az embereknek, akik nagy szegénységben vannak, adott esetben nyomorban élnek,
hogy lehetőség szerint nem mindig a segélyezettek, a támogatottak között legyenek, hanem amennyire lehet megpróbáljuk őket, adott esetben, ha őket már nem sikerül, akkor gyermekeiket elindítani a kiemelkedésnek az útján, és én ezt mindenképp fontosnak tartom, és ezért a kormányzati lépések közül engedjenek meg néhányat, hogy soroljak fel. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vannak jogok és lehetőségek, akkor emellett oda kell mellé tenni a kötelességeket is. És éppen ezért nem mindegy az, hogy valaki segélyt kap csak, vagy pedig emellett kap startmunka lehetőséget is, mint ahogy most is láttam idefele, nem csak itt, hanem akár a többi településen, ahogy átjöttünk Borsod, Miskolc felől és Borsodon belül. Ugyanilyen fontos a startmunka mellett az iskolai hiányzásoknak a visszaszorítása, amit megtettünk, és ennek már látható eredményei vannak. És akkor, amikor valaki szeretne kitörni abból az élethelyzetből, amiben beleszületett, akkor, amikor arról beszélünk, hogy a támogatást teljesen jogosan a közösség át akarja adni, másik oldalról nyilván, ha egy iskolarendszert fenntartunk, akkor nagyon fontos az, hogy minél több gyermek végezze el az iskolát, és minél több gyermek olyan tudást kapjon, amivel adott esetben el tud helyezkedni. Csak akkor van esélye a kitörésre. És ugyanilyen fontos azok a gyerekesélyprogramok, amelyen itt is találkozhatunk helyben, amelynek részeként több mint 20 ezer gyermek részesül az országban különböző támogatásokban, segítségen keresztül, illetve hát ezen belül például, vagy emellett a biztos kezdet gyerekházaknál 43-nak a támogatását, a rendszeres finanszírozását most már hazai forrásból is meg tudjuk tenni, ami egyébként azt kell mondani, hogy múltban nem volt erre jellemző, legalábbis ilyen szinten. És amit csak nagyon fontosnak tartok, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy családot segítünk, akkor a családot egybe kell nézni. És nem csak arról van szó, hogy az iskolába próbáljuk a segítséget megadni a gyermeknek, akár ingyenes étkeztetésen keresztül, akár az oktatáson keresztül, hanem ugyanilyen fontos a hozzátartozóknak az együttműködése és bizonyos szempontból a nevelése is. És hogyha ezek a programok itt a 3-4 év alatt valamilyen szinten mégiscsak összeálltak, akkor azt kell mondanom, hogy ezeket a programokat erősíti az ökumenikus segélyszervezetnek ez a szendrői, hát mondhatom így, hogy beruházása, de nem csak beruházásról van szó, hanem mindenképp egy hosszú távú gondolkodás is. És itt ér össze, azt gondolom, a kormányzati cél, és nem csak kormányzati cél, hanem az egész nemzetnek a célja, hogy segítsünk azokon, akiken kell és szükséges is lehet, de azok a segítségek megvalósuljanak rövid távon, azonnali beavatkozással és a hosszú távú beavatkozásokkal is, vagy segítő kéz nyújtásával. És most itt az utóbbiról van szó. És én ezt szeretném megköszönni elnök úrnak, munkatársainak, ökumenikus segélyszervezetnek, természetesen a településnek, természetesen a kistérségnek, és természetesen országgyűlési képviselőtársamnak, társainak is, hiszen ahhoz, hogy egy-egy ilyen program elinduljon, ahhoz kellett mondjuk egy döntés, hogy uniós pályázat volt, de mégis jó célt szolgáló pályázatot írjunk ki, és lehetőség szerint olyan térségek kapják a támogatást, amelyek valóban rászorulnak erre. Kellett egy olyan kapcsolat, ami megvan a segélyszervezetek között, most jelesül az ökumenikus segélyszervezet és a kormány között, ahol a ökumenikus segélyszervezet felismerte azokat a kormányzati célokat, amelyeket már a terepen végrehajtva, megoldva meg tudnak valósítani, és mindenképp szükséges. És most itt az első sorban nézek egy kicsit jobbra, kellenek azok a vállalkozások és cégek is, pénzügyi szervezetek is, akik adott esetben, és itt most ez nem kritika, hanem a múlt lezárása, olyan módon adott vagy hirdetett a pénzügyi lehetőségeket, amelyek sokszor sok embernek nem a kiemelkedést jelentett, hanem pont az ellenkezőjét, sajnos. De felismerve ez a pénzügyi szervezet a változást és a társadalmi szerepvállalásnak a fontosságát, most egy olyan lehetőséghez ad támogatást és adott pénzügyi segítségnyújtást, ami mindenképp nagyon fontos, és én ezt szeretném külön megköszönni. Mert ez mutatja azt, hogy akár egy pénzügyi szervezet, de akár bármilyen más nagyvállalkozás
cég, hogyha ő hosszú távon akar az országban támogatni, vagy fennmaradni gazdaságilag, ha hosszú távon akar együttműködni az emberekkel, kormányzattal, önkormányzatokkal, akkor nyilván van egy társadalmi felelősségvállalás, amiben, hogyha ők részt vállalnak, azt külön meg kell köszönni, és ki is kell emelni, és ezután szeretném akkor ezt mindenképp önöknek is, ezt a köszönetemet kinyilvánítani. Minden mellett pedig az a nagyságrendileg 80-90 millió forint, ami itt beruházásként is, illetve a program végrehajtásaként is megvalósul, és ide a térségbe érkezik, én azt gondolom mindenképp fontos, hiszen egyrészt munkahelyeket teremt, rendbe hoz egy épületet, ami a városnak, településnek nagyon fontos, és hát nagyon fontos a beltartalom is, amit remélhetőleg az atyák, amikor megáldják, lelkész urak, amikor megáldják, akkor egy lelki töbletet is fog adni mindazoknak, akik itt dolgoznak, és mindazoknak, akik pedig igénybe fogják venni ezeket a helyiségeket. Éppen ezért én egyrészt gratulálok, hogy megszületett nem csak az ötlet, hanem utána a megszületés után meg is valósult az a gondolat, amely létrehozta ezt az intézményt, létrehozta azokat a területeket, amelyek felzárkozás, a munka, a gyermekesét szolgálják, és hát én csak azt tudom kívánni a térségbelieknek, hogy mindazok az árvízhez kapcsolódó felszerelések, amelyeket itt föl fognak halmozni, illetve hát tartalékban itt lesznek, azokat minél később vagy sosa kelljen használni. Remélem, nem, hogy nem lesz rá szükség, ha meg igen, akkor megint csak azt kell mondani, hogy olyan előre való gondolkodást mutat az ökumenikusok részéről, Lehel László és csapata részéről, amit szeretnék külön is megköszönni.